Ismét köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, az Echo televízióban az egészségügyi adás második blokkját látják. Dr. Csicsor Jánossal arról beszélgetünk, hogy ahol nagy a baj, közel a segítség. Ugye évezredekig, évszázadokig tiszta egészséges zöldségeket, gyümölcsöket, gabonát, állati fehérjéket fogyasztottunk, itt a hústól a tejig mindent értünk, de most hazánkban körülbelül 100-néhány ezer hektár a biogazdálkodás, ennek a hozama is jelentős része exportra megy, tehát tulajdonképpen mindannyian a sarki zöldségestől vásárolunk, meg ott, ahol hozzájutunk, és nem biztos, hogy ezeknek a beltartalma a kívánatos, de hát ahol ott a baj, ott a segítség. Tényleg ott a segítség? Igen. Én, és visszakanyarodnék egy mondat elejéig arra, hogy talán furcsa, hogy ilyen termék kapcsán itt a mezőgazdaságban, meg a talajokról beszélünk, meg a növényekről, de hát pont azért, amit mondtál az előbb, hogy ugye a lakosság nagy része boltba vásárolja az élelmiszert, zöldséget, húst, és ezek a termékek, ezek olyan talajon teremnek, olyan technológiával termesztik, ahol ezek a mikroelem hiányok léteznek. És ha mi ezt tesszük, akkor bennünk is ez fog létezni, ez a mikroelem hiány, és ezekre a problémákra nyújt segítséget ez a hominikum termék, és még annyira megint csak visszakanyarodnék, hogy az, hogy egy egészséges szervezet, mindegy, hogy növényállat vagy emberről beszélünk, optimális, normális működéséhez 60-70-80 féle mikroelemre lenne szükség. Ezt már egy kétszeres Nobel-díjas kémikus is ezzel foglalkozott, a Linus Pauling. Meg a Peter de Mitchell, meg igen, nagyon sokan. Igen. Hát az ortomolekuláris medicina pont erről szól. Igen, így van. És ha megnézzük a mai világban, hogy a növények, ha egyáltalán kapnak mikroelempótlást, az 5-6-7 fajta mikroelemről szól, az állati takarmányozásban maximum 10 fajta mikroelemet juttatunk be, de annyit biztos nem. A humán étrendkiegészítőkben sincs több 15-nél. És 60-70-80-ra lenne szükség. És ebben mennyi van? Hát ebben a 70 körül, ugye nagyon kis mennyiségben van benne. Tehát PPM mennyiség, hiszen vagy még annál is kevesebb. Azok a növények, amikből ez a huminsav keletkezett, mondjuk 100 000 évvel ezelőtt, abban az időben nem volt még környezetszennyezés, tehát azok a növények fel tudták venni ezeket a mikroelemeket, mert ott volt a környezetükben, és ennek a humifikációs folyamatnak a során ez megmaradt ebben az ásványban, tehát azok az alapanyagok, amikből mi tőzeg, vagy ez a Leonardit nevű ásvány, amiből mi kivonjuk ezt a huminsavat, ezek tartalmazzák, ráadásul teljesen steril, és a természet által megalkotott szerves komplex formában tartalmazzák ezt a 60-70 féle mikroelemet. Tehát akkor a szervezetünk ezt felismeri, és fölveszi, és a közbülső anyagcserébe úgynevezett koenzim formába, tehát az enzimekhez hozzáadott biokatalizátor formába oda teszi, és ezáltal lesz a szervezetben az enzim garnitúra működőképes. Így van, és a vitaminok is. És a vitaminok is, és gyakorlatilag, mint említetted, elektrontranszporter is, tehát a szervezet belső informatikai rendszere is elkezd működni, tehát olyan, mint amikor tényleg, ahogy nagyon jól mondtad, a zseblámpába betesszük az elemet, és onnantól kezdve világít. Addig meg hiába nyomkodjuk, nem fog világítani. Pontosan. Ezek a huminsavak így kémiai, molekulaszerkezeti kinonvegyületek, hidroxid és karboxid csoportot tartalmazó kinonvegyületek, tehát a Q10, ugye azt valószínűleg mindenki hallott már, hogy a Q10-ről hasonló molekulák, nagyon hatékonyan működnek, elektron transfer katalizátornak is lehet őket nevezni, tehát a sejt légzési láncban az energiatermelő folyamatokba képesek közbe ékelődni, és a sejtek energiatermelő folyamatait felgyorsítani. Nagyon jó magas labdát adtál, és ha megengeded, akkor 2-3 percre kicsit elvenném a szót tőled. Hölgyeim és uraim, a 10-14-en sejtünk mindegyike kivéve a zsírszövet energiát termel. Ezt úgy hívjuk, hogy adenozin trifoszfát, ATP. A biológiai oxidáció eredményeképpen leszünk mi működőképesek. A sejtek normális működésnél 70 millivolt feszültséggel beszélgetnek egymással,
és amikor osztódnak, ez lemegy 20 millivoltra. Ha nincs elegendő energia, elegendő ATP, benn ragad a 20 millivoltnál, ott, ahol éppen az osztódás van, és ilyenkor valószínűsége nagyobb annak, hogy a sejtburjánzás meginduljon. Tehát ez is ATP igényes. A másik, amit termelnek, az úgynevezett redox jelző molekulák, hogy a szervezetben a redukciós és oxidációs folyamatok természetes jó egyensúlya megmaradjon, és a harmadik, amiről nagyon kevesen tudnak, még szakmabeliek is, a sejtekben széndioxidot termel, de csak akkor, ha elegendő az energia és 70 millivolt a feszültség különbség. Miért van erre szükség? Azért, hogy a sejtekbe az oxigén be tudjon jutni. A hemoglobin, tehát a vörös vér testekben a szállító részek, a hemoglobin, a parciális nyomás különbség hatására vált oxigénből széndioxidra, széndioxidból oxigénné, ugye a belégzett levegőben a parciális nyomás az oxigénnek nagyobb, lelöki a hemoglobinról a széndioxidot, kileheljük, ráül az oxigén a hemoglobinra, bemegy a sejtekbe, és ha ott nincs széndioxid, ami attól függ, hogy van ATP, energia vagy nincs, ott nincs széndioxid, hiába van ott az oxigén, nem jut be a sejtbe, és kialakul a sejtszintű hipoxia, oxigén hiányos állapot, és az megint a rossz folyamatok felé vezet. Ez a döbbenetes, hogy széndioxid hiány okozza az oxigén hiányt. De ha van elegendő széndioxid, az nagyobb parciális nyomással lelöki az oxigén bejut a sejtbe, és megint belép abba az energiatermelő folyamatba, amitől egyáltalán élünk. Lehet, hogy kicsit tudományos volt, ezt én többször el fogom mondani, hogy értsük meg, hogy miért fontos a sejtek energiatermelése, a mitokondriális rendszereket így a tenyerünkbe hordani. Csicsor doktor úr közben akkorákat bólogatott, hogy majdnem kiesett a székből. No, térjünk rá a Devecser Kolontár Somlóvásárhelyre. Még egy persze, mondat, parancsolj. Jó? Itt, hogy lezárjuk ezt a igen. Kérdést. Hát ugye normál esetben, hogyha az élelmiszerénket olyan talajon, olyan körülmények között állítanánk elő, akkor ezek a nyomelemek, mikroelemek benne lennének a növényekben. No, de nincsenek. De nincsenek, ezért pótolni kell őket. Ugye ez a Linus Pauling, ez a kétszeres Nobel-díjas kémikus is ezt kijelentette, hogy az úgynevezett civilizációs betegségek, a stressz, allergia, elhízás, daganatos megbetegedéseknek a hátterében majdnem mindig valamilyen mikroelemnek a hiánya fedezhető fel. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Míg ahol ezeket a mikroelemeket elméletileg be lehetne juttatni a szervezetbe, az a tengervíz. A tengervízben ezek jelen vannak, és bizonyos tengeri algákban, moszatokban nyilván feldúsul, csak az a probléma, hogy az utóbbi évtizedekben a tengerek is annyira el vannak szennyeződve, hogy ezek a moszatok, algák a szennyeződéseket is magukba gyűjtik, tehát nagyon meg kell nézni, hogy milyen forrásból szedjük ezeket magunkhoz. Ez a humusz, huminsav, amit mi kivonunk, ez föld alatt van 4-5 méter mélyen, abszolút steril anyag, ebben biztos, hogy semmilyen szennyeződés nem hát kerülhetett akkor bele. Még, akkor még tiszta akkor volt még nem a volt környezet. Probléma. No, Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, emberi tragédiák, haláleset, most folynak a perek. Igen. Hogy tudtál segíteni, hogy tudtál belépni ebbe a rendszerbe, hogy fogadták el az általad javasoltakat? Igen, hát azt kell tudni erről a vörösiszapról, hogy ez egy nagyon lúgos anyag. Gyakorlatilag mondhatnám úgy is, hogy tömény lúg. És ami a problémát okozta, akár a talajokban, akár a környezetben, ez pont ez a magas lúgtartalom. Tehát ami még a lúg mellett a vörös iszapban van, amitől piros az vas és mangán, tehát azok nem annyira veszélyes dolgok, mint maga a lúg, ami ebben benne van. Hiszen ha belegondolunk, a Balaton környéki, Balaton-Almári környékén ilyen színek a talajok, ezek a vörös színek a talajok, tehát azon szőlőt termelnek, maga a vörös szín az nem probléma. És ezt a lúgot ezzel a huminsavval
semlegesítettük. Tehát én amikor elhangzott ez a bejelentés, hogy megtörtént ez a tragédia, én kimentem a helyszínre, vettem mintát ebből az iszapból, levittem a laborba, és én úgy gondoltam, hogy ez a huminis rab, a természetes forma, ahogy, meg, ahogy a Földön igen. található. Ez miután ez egy nagyon erős ioncserélő hatású anyag, nagyon magas a komplex képző képessége, ez kell, hogy pufferálja, vagy csökkentse ezt az extrém lúgosságot, és hát én magam is megdöbbentem azon, hogy mennyire működött. Gyakorlatilag beleraktuk a vörös iszapba, aminek a 13-as, 14-es a pH-ja. 14-esig elment? Igen. Hihetetlen. Hát ennél már nem is lehet tovább menni. Ez olyan, mint hogy a 100-nál a 101. Ez olyan, mint a töménysav így van. Lenne, az ugyanilyen egyes, káros, sőt, ez talán még a lúg beszélyesebb, mint a sav. És ahogy beletettem ezt a huminsavat, természetes huminsavat az iszapba, szinte percek alatt hetes lett a pH-ja, semleges tette. Hihetetlen. És akkor ezt többször azért megpróbáltam, hogy ez biztosan működik, és így bementem egy ilyen védelmbizottsági ülésre, és ott elmondtam, hogy én nem szeretnék ezzel így előhozakodni, de hát itt van egy megoldás, próbálják ki, és hogyha nem működik, akkor mondják, de kár lenne ezt kihagyni, hogy ezt megvizsgálják, mint lehetőséget. Miután itt van, a katasztrófától 40-50 kilométerrel van az a bánya, ahol ezt bányásszák, és ez egy nem drága anyag, tehát a szennyezett a talajoknak a semlegesítésére biztosan alkalmas. Hogy fogadtak? Hát először nem tudták, hogy kerülök oda, ki engedett be, kihívott meg, de aztán ahogy bemutattam az eredményeket, ez az meggyőző volt, és onnantól kezdve tényleg nagyon pozitívan állt hozzá mindenki, úgy gondolom. Ez óriási dolog, ugye igen. Föl se tudjuk fogni, hogy biztos megoldották volna másféleképpen, de hogy a természetből eredő dolgot megoldották, a természetből igen. Az egy csodálatos dolog. Tudod, amit én nem értek? Az állat, tehát az, amit a disznóknak oda kéne adni, a moslék, amit amióta emberre a Földön azzal letetjük a disznókat, az veszélyes hulladék. Hát igen, ez... A kolontári vörös iszap meg nem veszélyes hulladék. Hát hogyha ezt nekem valaki meg tudja magyarázni, hogy az miért és ez miért, akkor én nagyon mélyen meghajlok előtte. Igen, hát ez mégis döbbenetes tényleg. Szóval erre nincs mit mondani. Erre igen, nincs hát mit ugye, mondani. Sajnos egy ilyen katasztrófa kell ahhoz, hogy fölébredjünk és odafigyeljünk az ilyen problémákra. Tehát végül is ott Debecser környékén több mint 800 hektár termőföld lett elárasztva ezzel az iszappal. És az most milyen állapotban van? Ez most teljesen rendben van. Tehát bármit tehát lehet művelni rajta. Ugyanúgy lehet növénytermelni. Zöldséget, gyümölcsöt, igen, igen. Állatoknak, embereknek így van, ezt már akkor is meg lehetett tenni, amikor ez az iszap katasztrófa volt. Ez inkább politikai probléma volt. És úgy gondolom, hogy az akkori döntéshozók nagyon bölcsen döntöttek úgy, hogy deklarálták, hogy onnan nem lehet semmilyen élelmiszert és semmilyen takarmányt kivinni, mert az Európai Unióból már jöttek olyan hangok, hogy akkor az egész magyar élelmiszeripart leblokkolják, mert hogy biztos onnan való. Tehát ez ilyen inkább politikai kérdés volt. Nagyon helyes. De én csináltam olyan kísérleteket, hogy elbetettünk ott magukat abba a földbe, kezeltük huminsavval, és kicsiráztattuk, learadtuk, megvizsgáltuk a beltartalmat, és semmilyen toxikus fémet, vagy nem szívott fel a növény. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kicsit térjünk át a humán biológiára. Amikor hozzám például a kettes típusú cukorbetegek jönnek, és nézem át a korlapot, és a tanácsadásokat kérdezem, hogy hát tessék, hogy mit tetszik enni, inni, és ilyen egyszerű kérdéseket fölteszek, és mondom, cinket és krómot fogyaszt-e, szelént fogyaszt-e? Néz rám, és nem érti a kérdést. Mondom, krómot, cinket, szelént tetszik fogyasztani? Nem. Most miért nem? Azért. Hát nekem ezt még senki nem mondta. Vagy, amikor a máj- és bélbetegek, epebetegek odajönnek, és beszélget lerobbant állapotban, és megkérdezem, tessék már mondani, ahhoz, hogy egy kicsikét az élet minősége jobb legyen, hogy egy kicsit vitálisabb legyen, tetszik-e valamilyen mikroelemet? Nem, de hát itt a sarkon lehet jó energia italokat kapni, hát abból szoktam kortyolgatni.
Mondom, és mit tetszik tapasztalni? Azt mondja, hát meghajt, kicsit ugye megdobogtatja a szívemet, de hát akkor átmenetileg jobban érzem magam. És akkor megkérdezem, hogy tessék mondani, tetszett-e arról hallani, hogy az utolsó szalmaszálat is bedobom a tűzbe, hogy égjen el? Hát mondom, ezt tetszik csinálni. Ez a döbbenetes, hogy erről a természetes, persze van itt is magyar hungarikum, egy bizonyos Cseppa nevét nem akarok Igen. mondani, hát az kitűnő Igen. dolog. Tehát itt azért több oldalról megy ez a magyar mikroelem rendszer. Éppen most volt a 40 éves jubileum, egy csodálatos ünnepségen. De hát amikor a köztudatban nincsen benne az, mert az, hogy csontritkulás, kalcium, meg görcsöl, magnézium, ezt már a óvodás gyerek Igen. is tudja. De az, hogy például a szelén, az, hogy például az indium, az, hogy limitáló mikroelemek, hölgyeim és uraim, Liebig-féle minimum elmélet, egyetemen szigorlatoztunk belül, ez azt jelenti, hogy mindig a legkisebb mennyiségben jelenlevő vitális anyag, vagy eszenciális anyag, mindegy, hogy mirek nevezzük, limitálja a többinek a hatását. Ez képletesen úgy mondta Dobenek hordója néven ment ez be a tudományba, hogy van egy hordó, milliárdnyi dongája van, vannak ilyen nagy, meg ilyen, és van egy egészen pici donga. Hát ott meg kifolyik minden, hiába töltöm én bele, hiába veszem én megadózisokban valamit, az nem fog hasznosulni, sőt a töbletet valamivel el kell vinni a szervezetből, gondoljon csak a rengeteg foszforra, a táplálékokban levő foszforsavra, vagy az energiaitalokban levő foszforsavakra. Hát a többlet foszfor csak kalciumfoszfát formájában megy ki, szóval erre a rendkívül kényes biológiai egyensúlyra, erre úgy kell vigyázni, mint a Vestas üzek a lángra vigyáztak. Doktor úr, Igen. hol lehet hozzájutni, hogy kell szedni, még egyszer, nagyon részletesen, mit érzünk, amikor akár az oldatot, akár a kapszulát szedjük? Igen. Hát forgalmazzuk a nagykerekben, tehát minden nagykerben, bioboltokban, gyógynövényboltokban megkapható, a webáruházunkban is, tehát van egy weboldalunk is, ott is. Mondd a honlapját, légy szíves. Ez a www.himato.hu. A Himatót Y-nal írjuk. Himatót. Tehát még egyszer, www.himato.hu, a Himató Y-nal irandó, tehát ezen a webáruházon is meg lehet rendelni. Összeget ne mondjál. Nem. Hozzáférhető ár, tehát karnyújtásnyira van az ára. Inkább az alsó kategória és hasonló készítményekhez képest. Nyugdíjasoknak is elérhető? Abszolút, úgy gondolom, hogy nem az a kategória, ahol két havi adag, tehát még abban is úgy gondolom, tehát hogy egy árért két havi árérték aránya biztos, hogy nagyon jó, érdemes összehasonlítani. Kúraszerűen fogyasztani, vagy pedig folyamatosan egy feltöltő adagot és utána egy szinten tartót? Hogy csináljuk? Hát talán inkább így kúraszerűen, tehát egy doboz vagy egy flakon nagyjából két hónapig elég, egy átlag. És utána szünetet tartani? És utána egy-két hét szünet, aztán megint elkezdeni. Ezt általában érzik az emberek mindig, amikor szedik, hogy most ennek is szükségük van. Én például úgy szedem, hogy munkanapokon mindig, hétvégén meg nem, és akkor így megvan egy gondolatolvasó, hogy szerettem volna kérdezni, hogy Csicsor doktor úr szedi-e a humilikumot, a saját készítményét. Ezzel kezdem én is, igen. Merre terjed Európában? Mert úgy tudom, hogy jelentős exportotok is van már. Igen, hát indul ez a, foglalkozunk az exportjával. Svédországba sikerült megszereznünk a forgalmazási engedélyt. Itt van a svéd forgalmazó, egy más dizájnt tervezett a készítménynek. Huminforte néven meg. Igen. És most megkaptuk már az engedélyt Ukrajnába is, most van folyamatban a doboznak az elkészítése, és hát Németországban is tárgyalásokat folytatunk. Nem fogy el az alapanyag? Tehát jut nekünk nem, Kárpát Istenem. Hazába levő magyaroknak? Attól nem kell félni, mert több tízmillió tonna van itt a magyar földben. Mennyi? Több tízmillió tonna. Ebbe is ilyen gazdagok vagyunk, igen, mint igen. annyi Sőt, mindenben? Talán, tehát így a humin ásványok kapcsán Magyarországnak nagyon jó helyzete van.
Hölgyeim és uraim, dr. Csicsor Jánossal beszélgettünk arról, hogy a szervalkotó makro, mezo, mikro és ultra mikro elemek milyen hihetetlen fontosak a mindennapi életben, ugyanúgy, mint ahogy a lélegzetet, az oxigént minden nap be kell vinni a szervezetben. A víz az részünk, azt folyamatosan pótolni kell, és a táplálékokból a makroformák ott vannak, a rost, a fehérje, a szénhidrát, persze annak is az összetétele nem biztos, hogy élettanilag, de pont a lényeg hiányzik belőle, vagy nem olyan mennyiségben, nem olyan összetételben van, mint kéne, hát ezért szíveskedjenek a huminikumot kúraszerűen fogyasztani. A futócsíkon megy az én információs telefonszámom 0626 571 138, megismétlem 0626 571 138. Itt lehet, kérem szépen, személyre szóló tanácsadást kapni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, mint mindig, most is felhívom a figyelmet arra, hogy a Magyar Hírlapot tessenek megvenni minden nap. Ezekben a bonyolult időszakokban iránytűként szerepel. A szombati Magyar Hírlapban pedig a Vitalitás műsornak minden témája, szereplője megtalálható. Telefonszámmal, honlappal és az elérhetőség valamennyi formájával. Hölgyeim és uraim, nincs más hátra, mint elköszönjek. Műszaki kollégáknak is köszönöm az adás lebonyolítását. A legközelebbi viszontlátásig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az egészségükre, mert abból csak egy van. Béki László műsorát látták.